Az elmúlt évek nem tették lehetővé, hogy Tolnaváros önkormányzata megrendezze a már hagyománynak számító civil szervezetek éves találkozóját. Idén azonban az egyesületeknek már volt lehetőségük összeülni, és átbeszélték, megszervezték, beszámoltak az idei évre tervezett programjaikról. Ez egy nagyon örömteli esemény, és remélem, hogy minden terv meg is tud valósulni. Nagyon fontos partnerei az önkormányzatnak, és magának a kulturális központnak is a minden civil egyesület. Nyilván a civil egyesületekbe értem akár a sportegyesületeket, akár a művészeti együtteseket, akár a más bármilyen célból önszerveződő egyesületeket. Nagyon sokrétű az a tevékenység, amit a civilek végeznek. Ez a mai alkalom, ez arra ad lehetőséget, hogy azokat a programokat megvitassuk, vagy megvitassák, amelyek a nagy közönség előtt nyitva állnak. És itt most nem feltétlenül a foci meccsre gondolok, hanem leginkább kulturális eseményekről. Ugye azért vannak kórusok, például a Keresztény Értelmiségi Szövetség, akik szoktak olyan programokat szervezni, ahova nem csak ők maguk látogathatnak el, hanem a város valamennyi lakója. Ezeket az időpontokat nagyjából akkor így belőjük, megnézzük, hogy mik azok, amik esetleg egy-egy városi rendezvényhez kapcsolódnak, hiszen számtalan olyan van, ami egyébként egy városi eseményre rászerveződik. Egy plusz programelemként én azt gondolom, hogy ez is színesíti a városi rendezvényeket, úgyhogy én nagyon várakozással teli vagyok most, és remélem, hogy nem fogyott ki a lendület a civil egyesületekből és a vezetőkből, mert azért azt is tudjuk, hogy a civil egyesület akkor tud működni, ha van egy-két lelkes ember, aki magáénak érzi azt a tevékenységet, és özvetlenül, nyilván mindenféle ellenszolgáltatás nélkül csak a közjóért tesz, és nagyon köszönöm valamennyiunk nevében, hogy vannak ilyen lelkes emberek, és lehetővé teszik azt, hogy a város életét színesebbé tegyék. Rácz Tibor, a Tolnai Ifjúsági Fuvoszenekar tagja elmondta, hogy bár a pandémia megnehezítette az egyesület működését, ennek ellenére az akkor érvényes járványügyi szabályoknak megfelelően szerencsére meg tudták tartani a nagy rendezvényeiket. Nehézségek is voltak természetesen, mert hónapokon keresztül nem tudtunk próbálni a zenekarral. A városban egyébként, mivel ugye a rendezvényeket meg tudtuk tartani, ezért a lakosságot szerintem igen színvonalas módon tudtuk kikapcsolódásra bírni. Jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, nyitottak vagyunk minden újabb együttműködésre, meg is szoktuk hívni az egyesületek képviselőit, vezetőit ezekre a rendezvényekre, bemutatkoznak ezen a rendezvényen, illetve próbáljuk összefogni itt ezáltal azt, hogy a szolgáltató, tolnai szolgáltatóktól próbáljuk igénybe venni a szolgáltatásaikat, termékeiket, stb. Ők is megjelennek ezen a bizonyos Las Vegas Fesztiválon, és az idei évben pedig hát a leges-leges legnagyobb tervünk az, hogy bekerültünk egy nagy nemzetközi versenyben Valenciában, ami július közepén lesz, és hát most erre készülünk ezerre. A Tolnai Városvédő Egyesület egy kis szervezet, amely igen hasznos feladatokat végez a településen. A célunk a helytörténet kutatása, emléktáblák elhelyezése olyan épületekre, amik fontos helyei voltak a Tolna történetének, és amit már elfeledtek. Idén is szeretnénk egy emléktáblát elhelyezni a harmadik Festetics kastélyra, amiről kevesen tudják, hogy ez egy Festetics kastély volt, ráadásul azt meg még kevesebben tudják, hogy gróf Festetics Mária grófnő Sziszi egykori legbizalmasabb udvarhölgyének a szülő háza volt ez. Ezt szeretnénk egy emléktáblán megörökíteni. Ezen kívül tervben van még többféle helytörténeti kiadvány kiadása. Van egy sorozatunk helytörténeti füzetek címmel, ebből már kettő megjelent. Most tervezünk még idén kettő vagy három példányt kiadni, és ráadásul ami nagy-nagy érdemünk, hogy nem is a tagjaink, hanem külsősök ajánlják fel írásaikat, helytörténeti írásaikat, hogy adjuk ki, és a várost gazdagítsák ezzel. Szerencsére így is azért 280 csomagot tudtunk biztosítani az elmúlt évben is, úgyhogy azért úgy gondolom, hogy ez azért segítette nagyban a rászorulóknak a
szépé tenni a karácsonyát, illetve a misétját. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az önkormányzat is, nyilván vannak kötelező feladatai, amit ellát, de a város lelke azok az itt élők, és külön hálásak vagyunk, hogyha ezek a lelkek ezek egy-egy személyben testet is öltenek, hiszen még egyszer mondom, akkor van ennek az egésznek értelme, hogyha tényleg vannak olyan lelkes, szorgalmas, önzetlen emberek, akik vezetik ezeket az egyesületeket, és én remélem, hogy még nagyon sokáig így lesz. A képviselőtestület egyébként a soron következő ülésén fog arról dönteni, hogy anyagilag hogy tudja támogatni ezeket az egyesületeket. Ebben az évben a közművelési pályázatokra 3 millió forintot írtunk ki, és remélem, hogy jövő hét végén már akár az értesítő leveleket is el tudjuk küldeni az érintett egyesületeknek.